Tényfelderítés halogatásával vádolja Carmen Dán belügyminiszter a főügyészséget a csendőrség 2018. augusztus 10-i erőszakos fellépése ügyében, amikor a rendfenntartók könnygázt és vízágyukat vetettek be a demonstrálók ellen. A tárcavezető szerint csaknem minden dokumentum a főügyészség rendelkezésére áll, így egyértelműen halogatásról van szó. 2018. augusztus 10-e, péntek este, Bukarest központja. A kormány ellen tüntető civilek közé erőszakos csoportok vegyültek, folyamatosan provokálva a rendfenntartókat. A csendőrség erre könnygáz és vízágyuk bevetésével válaszolt, majd feloszlatta a tömeget. Az ellenzék akkor azt mondta, indokolatlan volt a csendőrség erőszakos fellépése. A kormány oldal azonban azt állítja, hogy a rendfenntartók a törvények alapján az alkotmányos rend és a békés állampolgárok védelmében jártak el. A kormány ellenes tüntetés ügyében bűnvádi nyomozás indult, a főügyészség a történtekről készült dokumentumok titkosításának a feloldását kérte. Carmen Dán ma a megyei prefektusokkal tartott videokonferencián a tárca éves tevékenységi beszámolóján a főügyészségre hárította a felelősséget. Csak egy dokumentum titkosítását nem lehet feloldani, hiszen lényegében egy más védelmi, illetve biztonsági intézményhez tartozó dokumentum összegzéséről van szó, amely nem hagyta jóvá a titkosítás feloldását. A többi 7 dokumentumot egészében vagy részben átadtuk, azaz összességében 90%-ban fel van oldva a titkosítás. A 25 oldalból mindössze 2 esetében nincs feloldva. A belügyminiszter kitért arra, hogy a dokumentumokat már január 31-én megküldték a főügyészségnek, és ebből kifolyólag bármely olyan felvetés a főügyészség részéről, miszerint a belügyminisztérium nem tette meg a kellő lépéseket az augusztus 10-i kormányellenes tüntetésen történtek kivizsgálása érdekében, hazugsággal ér fel. A tavaly augusztus 10-i tüntetésen egyébként 400-nál több személy szorult orvosi ellátásra a helyszínen, 70-en kórházba kerültek, és 770 személy bűnügyi feljelentést tett.